Szeretettel köszöntelek benneteket. Végignéznék rajtatok, de úgyse látlak benneteket, de nagyon örülök, hogy itt lehetek. Amikor a Tamás azt mondta az alkalom elején, hogy ma vendég igehirdető lesz, akkor arra gondoltam, hogy akkor mégsem én fogok ma beszélni. Aztán most, mikor azt mondta, hogy este fogok beszélni, akkor már biztos voltam benne. De végis vannak csodák, úgyhogy végis csak én leszek. Akkor, amikor belenézek egy-egy online közvetítésbe, ami az itteni istentiszteletekről zajlik, akkor mindig családtagokat látok a képen. Nem csak azért, mert konkrét családtagok vannak, hanem a többieket is úgy érzem, hogy családtagok, és amikor itt vagyok, akkor pedig úgy érzem, hogy itthon vagyok, úgyhogy nagyon jó itt lenni, jó rátok nézni, jó találkozni veletek, jó visszatérni közétek újra és újra. Azoknak az eseményeknek, amelyek az Édenkertben történtek, minden a mai napig kihatásuk van az egész emberiségnek a sorsára. Nem csak az emberiségnek a sorsára, hanem személyesen mindannyiunknak a sorsára. Ugyanis az, ami ott történt, az meghatározta az egész életünknek az alakulását. Éppen ezért nagyon hasznos dolog, és érdemes, sőt fontos foglalkoznunk azzal, hogy mi is történt ott, mert nagyon lényeges tanulságokat vonhatunk le belőle. A mai alkalommal arra gondoltam, hogy az édenkerti eseményeknek egy konkrét tanulságából indulnék ki, vagy egy konkrét eseményéről indulnék ki, és egy fontos tanulságot szeretnék megosztani veletek. Azt a címet adtam az üzenetemnek, hogy azaz, majd belejövök. Szóval azt a címet adtam az üzenetemnek, hogy miért engedte Isten. Konkrétan, hogy miért engedte Isten azt, hogy az ember szakítson arról a fáról. Ha Isten tudta előre, hogy a bűnbeesésnek annyi fájdalom és annyi szenvedés lesz a következménye, akkor miért engedte meg, hogy megtörténjen? Nem akadályozhatta volna meg? Nem csinálhatta volna meg úgy azt a kertet, hogy ne legyen benne az a bizonyos fa? És akkor nem lennének háborúk, nem lennének betegségek, nem lennének családon belüli erőszakok. Egy csomó rossz dolog nem történt volna meg, talán még ma is boldogan élnénk. Foglalkoztatott már valaha benneteket ez a kérdés? Hogy miért engedte Isten? A mai alkalommal erről szeretnék beszélni nektek, és ezt a témát szeretném körbejárni. Nem állítom, hogy minden felmerült filozófikus kérdésre választ fogok adni. De mégis egy-két dolgot megosztanék veletek, ami számomra segítséget jelent és támpontot nyújt akkor, amikor ezen a kérdésen gondolkodom. Nem lesz túlságosan gyakorlatias a tanítás, nem fogom megmondani, hogy holnap reggel, mikor felkeltek, akkor mit csináljatok. Inkább olyan lesz, ami a gondolkodásmódunkat fogja formálni. De az is nagyon fontos, mert végső soron a gondolkodásmódunk meghatározza a cselekedeteinket, és ilyen módon az egész sorsunkat. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk. Azt szeretném, hogyha ma belelátnánk egy picit Istennek a gondolataiba, és megértenénk egy kicsit jobban azt, hogy ki is ő valójában, vagy hogyan gondolkodik rólunk, és hogyan kezel bennünket, és úgy hiszem, hogy ha ezt megértjük, akkor az segítségünkre lesz abban, hogy magunkról hogyan gondolkodunk, az emberi közösségről hogyan gondolkodunk, egész szélesebb körben az emberi társadalomról hogyan gondolkodunk. Nézzük akkor azt a konkrét eseményt, amit szeretnék kiemelni most számotokra. A Mózes első könyvének a második fejezetéből a 8.-9. vers, és azután a 15-től a 17-ig. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz,
de a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Itt van tehát az emberiség kezdete. Isten megalkotta az eget, a földet, mindent, ami abban van, megalkotta az embert is, és megalkotta az ember számára ezt a gyönyörű kertet, amit Édennek nevezett el. Az Éden szó azt jelenti, hogy gyönyörűség, élvezet. Nem lehetett jobb szót találni azokra a körülményekre, amit Isten eredendően az embernek szánt, csak az, hogy ez gyönyörűség és élvezet. És olvassuk, hogy ebben a kertben nagyon sok fa volt, mindegyikről szabadon lehetett fogyasztani. Két fát külön is kiemel az elbeszélés. Az egyik az a bizonyos életfája, amiről szabadon táplálkozhatott az ember, a másik pedig a jó és a rossz tudásának a fája. Az életfája tulajdonképpen azt a kapcsolatot testesítette meg, ami az ember és az Isten között fennáll. Mondhatnánk úgy is, hogy az ember függő halhatatlanságát táplálta, volt hivatott táplálni. Mert az embert Isten egy halhatatlan lényé teremtette, de nem önmagában halhatatlan lényé, hanem az Istennel való kapcsolatból halhatatlan lényé. És addig, amíg az ember az Istenből táplálkozik, addig halhatatlan. Úgyhogy erről szabadon ehetett. És volt az a bizonyos másik fa, a jó és a rossz tudásának a fája, amely a kapcsolatban Isten azt mondta az embernek, hogy arról ne egyél. Nem akarok nagyon ebbe elmerülni, de szeretném picit meghatározni, ahogyan látjátok is itt a dián, hogy mit is testesített meg ez a fa. Ez a fa nem a tudásnak a fája volt. Azaz Istennek soha semmi problémája nem volt azzal, hogy az ember ismereteket akar szerezni. Ez nem az ismeretszerzésnek a fája volt. Hiszen azt írjuk, hogy azt olvassuk, hogy a jó és a rossz tudásának a fája. De hogyha elgondolkodunk azon, hogy mit jelent az, hogy a jó és a rossz tudásának a fája, ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát ez a jó és a rossz közötti tapasztalatból származó különbségtételt testesítette meg. Mert ugye mielőtt az ember evett volna arról a fáról, addig nem tudta tapasztalatból, hogy mi a jó és mi a rossz közötti különbség, hiszen csak a jót tapasztalta meg. És amikor evett arról a fáról, akkor utána megtapasztalta a rosszat is, tehát most már különbséget tudott tenni a között, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz. Ez nagyon jól hangzik ez a magyarázat, de mégsem igaz, ugyanis ettől nem vált az ember hasonlóvá Istenhez. Ugye azt mondta a kísértő az embernek, hogyha eszel a fáról, akkor olyanná válsz, mint az Isten. Sőt, Isten utána, amikor konstatálta, azt mondta, hogy hát olyan lett, mint mi közülünk egy. Na most Isten soha nem tapasztalta meg a rosszat, mert ő soha nem tett semmi rosszat. Ezért ez a fa nem a tapasztalati rossz és jó tudásának a fája, hanem valami más. Ahogyan oda felírtam, ez a fa, ez valójában az erkölcsi függetlenséget testesítette meg. Azt, hogy ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Emlékeztek arra, hogy Isten, amikor az egészet létrehozta, akkor ő határozta meg a szabályokat. Ő mondta meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Így van? Miért ő mondta meg? Mert ő az Isten. Mert ő alkotott mindent. Mert ő a legfelsőbb lény. Mert ő a tökéletesség, ő az igazság, ő a szentség, ő a jóság. Ezért teljesen evidens, hogy belőle származik a jó és a rossz. Annak a meghatározása, hogy mi a jó és mi a rossz. De mégis odahelyezte azt a fát, és mivel ez a jó és a rossz tudásának a fája volt, ez tulajdonképpen azt testesítette meg, hogy ha akarod, elfogadhatod azt, amit én mondok jónak és rossznak, de ha akarod, akkor te magad kezébe veheted ezt, hogy te határozod meg innentől kezdve, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát erkölcsi szellemi értelemben, erkölcsi értelemben függetlenítheted magadat tőlem. Mivel egyetlen egy lény van a mindenségben, aki valójában jogosult arra, hogy meghatározza, mi a jó és mi a rossz, csak az Isten. Ezért tulajdonképpen, amikor az ember szakított arról a fáról, és a saját kezébe vette a jó és a rossz meghatározását, akkor magát Istenné tette. A saját világának az Istenévé tette saját magát. És ez az, amitől Isten szerette volna megóvni az embert. Szóval ez a fa, ez az erkölcsi függetlenségnek a fája volt. Menjünk tovább, mert igazából nem erről akarok ma beszélni, ez csak fontos, hogy lássuk, hiszen hozzátartozik a dologhoz, hanem arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Isten hogyan mondta el az embernek az ő szándékát. Ugye azt olvassuk itt az írásban, hogy
Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Bekarikáztam azt a két szót, amire szeretnél felhívni a figyelmeteket. Az első az, hogy parancsolta. Ugye amikor valaki valakinek parancsol, az egy alá-fölé rendeltségi viszonyt feltételez. Hát van, hogy szeretnénk parancsolni olyannak is, akinek nem vagyunk a főnökei, de alapvetően azért parancsolni mégiscsak a főnök parancsolhat. Egy hadseregben az ezredes parancsolhat a törzsőrmesternek, a törzsőrmester parancsolhat a közlegénynek, az iskolában a tanár parancsolhat a diáknak, a szülő parancsolhat a kiskorú gyerekének. Tehát egy aláfelé rendeltségi viszonyban van, és a parancs az egy erős kifejezés. Mert ennél jobban nem lehet hangsúlyozni azt, hogy ez a felszólítás, ez kötelező érvényű rád nézve. Igaz? Ez jelenti a parancs. Tehát nem tanácsról van szó, nem kérésről van szó, nem javaslatról van szó, hanem parancsról van szó. És ha azt mondják, hogy parancs, akkor annak illik engedelmeskedni. Tehát egy kötelező érvényű felszólítás. Azt mondja a Biblia, hogy Isten megparancsolta az embernek. És nagyon világosan világos az, hogy mit parancsolt meg. Azt mondta, hogy ne egyél. Ne egyél. Nos, amire szeretnék rámutatni ma nektek, az egy nagyon lényeges momentum ebben a történetben, amit úgy lehet kifejezni, hogy megparancsolta, hogy ne egyen, de megengedte, hogy egyen. De milyen érdekes. Megparancsolta, hogy ne egyen, ennél határozottabban már nem is szólíthatta fel, mégis megengedte, hogy egyen. Ezen gondolkodjatok el. Mert ez az, ami Istennek a lényéről, Istennek a szemléletmódjáról nagyon sokat elárul nekünk. És ezt meg kell értenünk ahhoz, hogy megértsük saját helyünket és szerepünket az életben, hogy helyes kapcsolatban legyünk Istennel, és hogy sok mindent megértsünk az emberi közösség, akár az emberi társadalom működéséről is. Isten megparancsolta, hogy ne egyen, de megengedte, hogy egyen. Az az alapelv, amit szeretnék középpontba állítani, és ami ebből az igéből láthatóvá válik, az úgy hangzik, letelt egy másodperc, oké, hogy az ember Istentől kapott elvitathatatlan joga az önrendelkezés. Ki az, aki kényszeríthetné az embert, hanem az Isten? Kényszeríthetne Isten bennünket? Kényszeríthetne. Mégsem robotokat teremtett. Nem épített belénk egy ilyen inaktiváló csipet. Tudjátok, némely akciófilmben, science fictionben vannak ilyenek, hogyha van egy szuperhős, és már nem akarjuk, hogy harcoljon, akkor megnyomunk egy gombot, és széthullik darabjaira, vagy összeesik. Isten megcsinálhatta volna ezt is, nem? Hogy amikor látta, hogy az ember közeledik a fához, akkor megnyomja a csippet, vagy valami nyakörvet tesz a nyakába, ami elkezdi rázni, és akkor az ember nem megy oda. Vagy egy ilyen láthatatlan ilyen sugárpajzsal, vagy valami üvegfallal körbevehette volna azt a fát, nem? Hogy az ember oda megy, és mégse tud oda menni. Emlékszem, egyszer voltam egy konferencián fiatal koromban, és a nap folyamán volt, tehát úgy volt, hogy volt egy nagy terem, és a nagy teremtől egy üvegfallal el volt választva egy kis terem. És abban a kisebb teremben volt a délutáni szekció ülés, és én azon részt vettem, és akkor egyszer csak, és be volt húzva az üvegfal. És egyszer jött az oldalajtón egy fiatal ember, emlékszem rá, hogy ilyen kopasz volt, a homloka szinte világított, és nagy lendülettel jött be a kis terembe, és akart menni át a nagy terembe, de nem vette észre, hogy az üveg a fal be van húzva. Hát, akkor át csattant az üveg falon, hogy szinte öröm volt nézni, mert be akart menni, de mégse tudott. Nem tehette volna meg ezt Isten, hogy a fa köré húz valami ilyesmit. És nem teszi lehetővé, hogy az ember szakítson róla. Isten mégis megtette ezt a dolgot, és bár megparancsolta az embernek világosan, hogy ne egyen arról a fáról, de mégis megengedte neki, hogy egyen róla. Ez az alapelv, ez az isteni igazság, ez az egész Szentíráson végighúzódik. Nagyon sok helyen, amikor olvassuk akár egyes emberek, az ősatyák, a pátriárkák történetét, vagy olvassuk Izrael népének a történetét, vagy átugrunk az Új Szövetségbe, és megnézzük azt, hogy Isten hogyan tette elérhetővé a megváltást az ember számára, de mégsem kötelezővé,
azt látjuk, hogy ez az elv mindenütt meghatározta Istennek a cselekvését az ember irányában. Arra nincs időnk, hogy nagyon sok igét nézzünk, de szeretnék egy-kettőt megmutatni nektek, ami ezt tükrözi. Például a Mózes 5. könyvében a 30. fejezetben olvassuk a 15. verstől azt a részt, amikor készülnek bemenni Kánaán földjébe az izraeliták, és Mózes visszatekint az eddig megtelt útra, és hát összefoglalja, elbeszél, hogy mi történt, és azután előre tekint. Azt olvassuk ezen a helyen a Bibliában. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megállt téged az Úr, a te Istened azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más isteneket imádsz, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess, te és utódaid is. Igaz, hogy mennyire világos beszéd? Hogy annyira egyértelműen fogalmaz Isten. Azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot, a jót és a rosszat. Nagyon világosan fogalmaz. Azt is világosan elmondja, hogy minek mi lesz a következménye. És mégis azt mondja, hogy te válasz. Egy rövid ige szakaszban, hogy kerülhet egymás mellé ennyire egyértelműen az Isten világos parancsa, meg az embernek adott önrendelkezési joga. Mintha csak az Édenkertben lennénk, nem? Megparancsoltam, hogy mit tegyél, de neked kell eldöntened, hogy azt teszed-e, vagy pedig nem. Az Új Szövetségben, hogyha az evangéliumnak talán a legfontosabb összefoglalását megnézzük, ami a János evangéliumának a 3. fejezetében található. Azt amúgy is tudjátok fejből szerintem, a János 3.16, én meg addig nyomkodom ezt, megvan. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Aztán a 36. versben úgy folytatja. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ugyanez látható. Isten ennél többet nem tudott megtenni az emberiségért, mint hogy feláldozta az ő fiát értünk. Ennél többet nem tehetett személyesen egyikünkért sem. De nekünk megadja a választási szabadságot, hogy hiszünk-e benne, vagy nem. Hogy engedelmeskedünk-e neki, vagy pedig nem engedelmeskedünk. Tehát még egyszer az alapelv, hogy az ember Istentől kapott elvitathatatlan joga az önrendelkezés. És akkor egy picit most tegyük gyakorlatiassá, és kérném, hogy alkalmazzuk ezt az élet különböző területeire, és szóljatok hozzá. Felírtam ide ezt a mondatot, hogy megparancsolta, hogy, vonal, de megengedi, hogy. Most mondjatok nekem olyan dolgokat az életben, amiről tudjátok, hogy Isten megparancsolta, hogy így csináljuk, de megengedi, hogy ne úgy csináljuk. Bátran szóljatok hozzá. Megparancsolta, hogy ne félj, de ha akarsz, félhetsz. Megparancsolta, hogy szeressük egymást, de nem teszi kötelezővé, hogy szeressük egymást. Megparancsolta, hogy bocsássunk meg, igaz? De megengedi, hogy ne bocsássunk meg. Más? Tessék? Megparancsolta, hogy ne lopjunk, de megengedi, hogy lopjunk. Megparancsolta, hogy bízz, de megengedi, hogy ne bízz. Megparancsolta, hogy légy szorgalmas, de hakasz, lusta is lehetsz. Megparancsolta, hogy ne legyen házasságon kívüli szexuális kapcsolatod,
de megengedi, hogy legyen szexuális kapcsolatot házasságon kívül. Megparancsolta, hogy ne legyél homoszexuális, de megengedi, hogy legyél homoszexuális. És az élet összes területét ez áthatja. Isten adott egy nagyon világos, egyértelmű értékrendet az embernek, szellemi erkölcsi törvényeket. Mégis megengedi az embernek, hogy maga döntse el, hogy ezek szerint éle, vagy pedig nem. Dávidnak van egy gyönyörű zsoltára, a 8. zsoltár, ahol talán éppen ennek a felismerésének ad hangot, amikor azt írja. Ó Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Ugye Istennek a hatalmáról beszél, amit az ő alkotásain keresztül felismer. Szoktál így lenni, hogy felnézel az égre, látod a csillagokat, a napot, látod a teremtett világot, és lenyűgöz. És te tudod, hogy ezt Isten alkotta. És azon gondolkozol, hogy milyen hatalmas lény lehet az az Isten, aki ezt létrehozta. Dávid is így volt ezzel, amikor ezeket írta, és aztán így folytatja. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Ugye szinte félelmetes, hogy ez a két gondolat egymás mellé kerül. Hogy Istennek a hatalma, nagysága, ami az alkotásaiban megnyilvánul, és utána Dávid arra gondol, hogy ki vagyok én, hogy törődsz velem? Hát, hogy velem is törődsz, velem a parányi emberkével, velem személyesen törődsz a kutyámmal, a hajamszálával, törődsz velem? És aztán követi a következő gondolat, és azt mondja, hogy mi az, hogy törődik velem? Nem, hogy törődik velem, hanem mindent a hatalmamba helyezett. És azt mondta, hogy hajtsd az uralmad alá, és ezt neked adom, és ez olyan lesz, amilyennél te formálod. És akkor egyszer csak így elképett, és azt mondja, hát tulajdonképpen kevéssel tett engem kisebbé önmagánál. Olyan nagy szabadságot, olyan nagy hatalmat, olyan jogkört adott nekem. Emlékszem, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor az egyik nagybátyánk, volt egy nagy kertjük, és ott kertészkedett, és az unokatestvéreinknek kijelölt ilyen kis ágyásokat, és akkor az volt az ő ágyásuk, és akkor azt ők művelték. És ők kapálták, ők vetettek bele, ők öntözték, és utána ők szedték le a paprikát, meg a paradicsomot. És hát ugye mi csak unokatestvérek voltunk, mi nem ott laktunk, de én legalábbis, nem tudom, te hogy vagy, én irigykedve néztem őket, hogy hú, van egy saját ágyásuk nekik. És abban az ágyásban ők azt vettek, amit akarnak, és ők művelik, és ők eszik a gyümölcsét. És szinte éreztem, hogy az unokatestvéreim az identitásukban megerősödnek, és úgy érzik, hogy ők valakik, hát van egy saját ágyásuk nekik. Most képzeld el, amikor Isten megalkotta ezt a nagyszerű világot, akkor azt mondta az embernek, hogy műveld és, illetve azt, hogy hajtsd az uralmad alá. És adta neki azt az édenkertet, és azt mondta, hogy műveld és őrizd. Miért? Mert az Isten fel akarta emelni az embert. Mert nem egy robotot akart, nem egy szolgát akart, hanem egy olyan lényt akart, akit a partnerévé tehet, ha ő is akarja. És fantasztikus, ahogyan Dávid erre a felismerésre eljut. Szóval itt van ez az alapelv, hogy az ember Istentől kapott elvitathatatlan joga az önrendelkezés. Ez vonatkozik ránk egyénileg is, és vonatkozik ránk közösségileg is. Én azt tehetek magammal, amit akarok, ha akarom. De közösségileg is, az emberiségnek is azt mondta Isten, hogy ez a tiétek, és ezt ti fogjátok alakítani. És itt kezd félelmetessé válni a dolog. Igaz? Mert akkor, amikor egy emberi közösség, egy nagyobb társadalom elkezdi kialakítani a saját életének a szabályait, akkor bizony még jobban el tudnak fajulni a dolgok, mintha csak egyetlen ember járna rossz úton. Azért, mert a közösségnek a döntései az meghatározzák az egyéni sorsunkat is. És hogyha a közösségnek a döntései azok nem szolgálják az egyénnek a javát, akkor ebből nagyon sok fájdalom és szenvedés tud származni. De Isten ezt is megengedte. Van itt egy kérdés, ami szerintem logikusan következik mindabból, amit eddig elmondtam, hogy hol van ennek a határa. Hol van az önrendelkezésünknek a határa?
Mi az a pont, ameddig azt tehetünk, amit akarunk? És hol van az a pont, ahol már nem kellene? Mit gondoltok erről? A válasz viszonylag egyszerű, hogy az én önrendelkezésem, az önrendelkezési jogomnak a határa az a másik ember jogainál van. Magammal azt tehetek, amit akarok. Ha akarom, felvághatom az ereimet, szétverhetem az autómat, lemehetek egy baseball ütővel, és egy autót verhetek szét itt a piacon. Az enyémet. De abban a pillanatban, hogy a tiédre emelem meg a kezemet, már átlépek egy bizonyos határt. Szóval magammal azt tehetek, amit akarok, de a mellettem lévő emberrel már nem tehetek, vagy nem tehetnék azt, amit akarok. Akkor, amikor Noé és a családja kijöttek az Éden kertből, akkor Isten egy új szabályrendszert állított föl, és rögtön ott ebben a helyzetben egy lényeges dolgot lefektetett. Mózes első könyve második fejezet 15. versétől olvassuk. Azt mondta Isten Noénak, és tulajdonképpen nem csak Noénak, hanem az egész emberiségnek, mert akkor az emberiség mindössze 8 főből állt. Szóval nem volt túlnépesedés, nem voltak ilyen üvegház hatások, meg ilyenek, még nem élték fel a természeti erőforrásokat, mert csak 8-an voltak. Amit Isten nekik mondott, azt az egész emberiségnek mondta tulajdonképpen, és így ránk is vonatkozik. Azt mondta, hogy a benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét. Egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Látjátok, hogy hol van az önrendelkezésnek a határa? A magad vérét onthatod. De akkor, amikor az embertársadat lerombolod, vagy le akarod rombolni, akkor Isten azt mondta, oda egy gátat kell építeni. Az embernek a vérét még az állattól is számon kér. Úgyhogy amikor a farkas megette a nagymamát, teljesen biblikus volt, hogy végül is a vadász felvágta, és nem csak a nagymamát szabadította ki, hanem a farkas életének is végül is véget vetett. Szóval még az állattól is számon kéri Isten az emberi vért, és az egyik embertől a másikat is. És itt elhangzik egy mondat, ami úgy hangzik, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, felszólító módban. Ezt a mondatot nevezzük úgy, hogy az emberi kormányzás szereztetési igéje. Isten azt mondta, hogy nem jó, ha a bűn parttalanul árad. Az önzővíz előtt láttuk, hogy ez hova vezet. Be kell iktatni egy olyan féket a társadalomba, ami meggátolja azt, hogy az egyik ember lerombolja a másikat. És ez az emberi kormányzásnak a feladata. És attól kezdve Isten akaratában van az, hogy legyenek olyan emberek, vagy legyenek olyan testületek, amelyek hatalmat kapnak a többi ember fölött. A társadalom fölött. De nem azért, hogy magukat gazdagítsák, hízlalják, hanem azért, hogy gátat vessenek az emberi gonoszságnak. És ne engedjék azt, hogy az egyik ember lerombolja a másikat, hanem a jó lelkű, jó akaratú, igazságot kereső emberek számára békés életkörülményeket teremtsenek. Az Új Szövetségben is olvasunk erről. A Péter első levelének a második fejezetében, ahol azt írja nekünk a Biblia. Engedelmeskedjetek mindeni emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Péter itt szintén az emberi kormányzásról ír, mert azóta az emberi kormányzás időszakában élünk. És azt kéri tőlünk, és azt mondja nekünk, hogy mi vessük alá magunkat ennek az emberi kormányzásnak, és engedelmeskedjünk ennek a rendnek, mert rendnek kell lennie ebben a világban. Ez a mi reszortunk. De azt is elmondja, hogy az emberi kormányzásnak mi az Istentől rendelt funkciója, vagy mi lenne az. Nézzétek, hogy milyen világosan beszél a Biblia. Azt mondja, hogy arra rendelte őket, hogy a gonosztevőket megbüntessék, és a jót cselekvőket pedig megdicsérjék. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a gonoszt gondolókat, nem az eltérő világnézettel, vagy vallásos meggyőződéssel bírókat, hanem a gonoszt cselekvőket. Az, hogy a kiskertedben mit csinálsz, az a te dolgod. De ha átmész a szomszédba,
akkor, és olyat akarsz csinálni, amit nem kéne, akkor az emberi kormányzásnak azt meg kell akadályoznia. És a jót cselekvőket pedig meg kell jutalmaznia. Miért? Mert az lenne a feladata az emberi kormányzásnak, hogy az emberekben lévő jót mozdítsa elő. És az emberekből előtörő gonosznak pedig gátat szabjon abban az esetben, hogyha ha ők a másik embert le akarják rombolni ezáltal. Viszont ugyanúgy, ahogyan az egyén önrendelkezési jogának van határa, ugyanúgy az emberi kormányzásnak is van határa. Kell, hogy legyen. Az emberi kormányzás meggátolhatja, sőt meg is kell gátolnia, ahogy mondtam, hogy az egyik ember lerombolja a másikat, de van egy fontos alapelv, hogy az államhatalom nem korlátozhatja az egyén erkölcsi és világnézeti önrendelkezését. Nem mondhatják meg felülről azt, hogy mibe higgy. Nem mondhatják meg felülről azt, hogy kit imádj. Még azt sem mondhatják meg felülről, hogy mit tarts jónak és rossznak. Miért? Mert az Isten sem tette kötelezővé. Az Isten világosan megmondta az Édenkertben, hogy mi a jó és mi a rossz. De lehetőséget adott arra, hogy te magadnak csináld meg a jót és a rosszat. És döntsd el, hogy mit tartasz annak. Te beleterelheted az életedet az Isten által kivált mederbe is, ha egyetértesz vele és úgy akarod, de válhatsz magadnak egy másik medret is, ha úgy szeretnéd. És ez egy nagyon fontos dolog. A történelem során általában nagyon sok baj, fájdalom, probléma származott abból, nem csupán abból, amikor az egyik ember átlépte azt a határt egyénileg, amit nem kellett volna, hanem amikor az emberi kormányzás átlépte azt a határt, amit nem kellett volna. Két hibát követhet el az egy emberi kormányzás. Az egyik, amikor nem gátolja meg a tetleges gonoszságot. És bedobhat valaki egy féltéglát az ablakodon, úgy, hogy nem lesz következménye. Ellophatja a pénzedet, a cégedet, bármidet, anélkül, hogy következménye lenne. Ez mindig frusztrációt, zűrzavart szül a társadalomban. Amikor a gonoszt cselekvők nincsenek meggátolva. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, amikor az államhatalom, a kormányzás jogot formál arra, hogy világnézeti szempontból megmondja, hogy mit gondoljunk és mit nem. És hogyha végig gondoljátok a történelmet, amennyire ráláttok, akkor azt mondhatjátok, és egyet fogtok velem érteni abban, hogy nagyon sok háború, társadalmi feszültség, robbanás keletkezett már ezek miatt a dolgok miatt. És figyeljetek, egyébként mindig az az életnek a tanulsága, az az emberiség sorsának, történetének a tanulsága, hogy sokkal jobb nekünk, ha elfogadjuk az Isten értékrendjét. Nem? Hát még mindig az Édenbe lehetnénk, őszintén. Hát jó nagy lenne már, meg sokan lennénk benne, de azért ellennénk. És mondok nektek valamit, Istennek van egy ígéret, hogy majd lesz egy második Éden. De az nem lesz, ez nem egy szűk terület lesz, hanem az egész bolygó lesz. Mert Isten egy új eget és egy új földet fog teremteni, és abba az új kertbe, abba az új Édenbe már csak azok fognak bemenni, akik tényleg ott akarnak lenni. Akik a föld életük során őt választották. És az ő kertjét választották, azok lesznek ott, akik azt mondták, hogy ettem valamikor a jó és rossz tudásának a fájáról, de most már nem eszek, és többet nem fogok róla enni. Mert nekem az a jó, amit ő mond jónak. Mert én megértettem, felismertem, elfogadtam, ez most már nem egy külső törvény számomra, hanem ez egy belső törvény, itt van bennem. Mert megértettem, felismertem, hogy ez a jó, és nekem ez kell, mert én ezt akarom. Akik meg nem ezt akarják, azok már nincsenek itt. Egy picit a családról is hadd szóljak, mert ott is felmerül ez a kérdés, hogy a családban hogy van ez? A családban, amikor megszületik egy gyermek, akkor alá van vetve a gyámok és nevelők tekintélyének, a szüleinek jó esetben. És a szülei rendelkezhetnek vele, meghatározhatják azt, hogy mi történjen azzal a gyermekkel. Azt szoktuk mondani, hogy amikor a gyerek megszületik, akkor az életének az első szakaszában végül is nekünk szülőknek, vagy a szülőknek az a legfőbb feladatuk, hogy életbe tartsák, ne haljon meg, ne pusztuljon el. És eleinte ezt könnyebb megcsinálni, később kicsit nehezebb, amikor mindenhova felmászik, és mindent megkóstol, és mindent kipróbál, és ott nagyon kell figyelni rá, hogy nehogy magát elpusztítsa. És azért kell kontrollt gyakorolni fölötte.
Mert ő még kiskorú, és még a személyisége nem nyílt ki annyira, hogy ő maga magának utat szabhasson. De van egy nagyon fontos szabály, hogy amikor nagykorúvá válik egy ember, akkor el kell engedni őt. És ez lehet, hogy valakinek üzenet. Ebből is sok baj származott már, amikor valaki a felnőtté vált gyermekét nem engedte el. Nem engedte szabadon. Hanem továbbra is ő akart diktálni, ő akarta meghatározni, hogy mit csináljon és mit nem. Én már láttam olyan 50-60 éves embert, aki még mindig azt csinálta, amit az anyukája mond. És ez nem egészséges, nem jó. Miért? Mert soha nem tud azzá válni, akivé Isten őt alkotta. Ezért, hogyha felnövekvő ifjú vagy, akkor tudd meg azt, hogy a saját utadra kell lépned, és neked kell eldöntened, hogy milyen úton akarsz járni. Ha pedig szülő vagy, akkor tudnod kell, hogy el kell engedned a gyermekedet, hogy a saját útját járja, mert ez az ő érdeke. Tudnátok-e a Bibliából mondani olyan történetet, ahol ez a családi elengedés megtörtént? Csak rá kell néznetek a diára. És ha ismeritek a Bibliát, és tudjátok, hogy mi van a Lukács 15-ben, akkor mindjárt, ja, tényleg, a Lukács 15. Mi van a Lukács 15-ben? A tékozló fiú története. Mennyire egy gyönyörű történet ez, igaz? Ahol az apa elengedte a nagykorú fiát. Pontosan tudta, hogy mit akar. Pontosan tudta, hogy milyen veszteségek fogják érni. Pontosan tudta, hogy ő mennyit fog sírni miatta. De mégis azt mondta, hogy tessék, itt van, menj. Emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy ezt a történetet maga Jézus mondta el. És ő határozta meg azt, hogy ki kit szimbolizál ebben a történetben. És persze tudjuk, hogy az idősebb fiú miatt mondta el, de igazából nagyon sok mindent megtudunk belőle az atyáról és magunkról. És az atyának a szemléletéről. Jézus mondta azt, hogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú. És a fiút csak az atya. És akinek a fiú ki akarja jelenteni. És nekünk itt ki akar jelenteni valamit. Arról, hogy milyen Isten. Nem az, hogy szakállas-e, milyen öreg, hogy néz ki a trónja, kerekeken gurul, vagy statikus, vagy kettő van neki. Hanem az, hogy milyen az ő személyisége. Hogy hogyan gondolkodik rólunk. Hogy milyen az ő elképzelése az ember életéről, az ember lényéről. Hogy mit jelent az ő olvasatában az, hogy a saját képére és hasonlóságára teremtett bennünket. És ez annyira sokat mondó. Ott van az a fiú, valószínűleg, hogy már nem 9 éves volt, és nem is 12, hanem abban a kultúrában nagykorúnak, felnőttnek számított. És az apa tudta, hogy itt van az ideje, hogy a saját útját járja. És amikor a fiú elé állt, akkor nem olvasunk arról, hogy az apában milyen érzelmek kavarogtak, mert ebben nem ad bepillantást nekünk Jézus, egyszerűen csak a tényeket közli, hogy az apa odaadta neki a vagyon rá első részét, és azután elengedte őt. Ebben a történetben látunk egy olyan dolgot, ami igazából az önrendelkezési jognak, meg az ember szabadságának a nehézségére utal. És ezt úgy fogalmazhatnánk meg, itt van, hogy a szabadság kockázatos. A szabadság kockázatos. Miért? Azért, mert benne van a nagy jónak és a nagy rossznak a lehetősége is. Azért, hogyha végig gondoljuk, akkor ebben a dologban úgy benne lett volna akár a nagy jó lehetősége is, nem? Hát, hogyha ez a fiú, ez nem tékozló fiút lett volna, hanem egy stabil identitással, egy kiforrott értékrenddel rendelkező fiatalember lett volna, kreatív, ambiciózus, istenfélő, hát akkor azzal a tőkével, amit az apjától kapott, mennyi jó dolgot csinálhatott volna, nem? Létrehozhatta volna a képviseletét az apjának ott. Egy multinacionális céget építhetett volna föl. Egy csomó jó dolgot tehetett volna azzal, amit az apjától kapott. De ő mégis rosszra használta. És tudjátok, ez a szabadságnak a kockázata, hogy benne van a nagy jónak a lehetősége is, meg a nagy rossznak a lehetősége is. És nézzétek meg, hogy az apa mit adott oda a fiúnak. Mindent odaadott. Az egész vagyont odaadta, és
teljesen szabadságot adott neki az önrendelkezés tekintetében. És ez az, ami a szabadságunkban igazából nagyon félelmetes, hogy bármit tehetek magammal, akár negatív, akár pozitív oldalon. Ha akarod, tönkreteheted a testedet. Ha akarod, alááshatod a jövődet. Ha akarod, szétszórhatod, eltékozolhatod a nemiségedet. Ha akarod, akkor nem tudom, a fejedet verheted a falba, bármit csinálhatsz. Zárójelben megjegyzem, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy sokszor még így is megállít bennünket. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy ti a rossz úton haladtatok volna, de ő megállított benneteket. Ez az ő jóságát mutatja, de alapvetően Isten mégis megengedi. Ugyanakkor pedig benne van a nagy jónak a lehetősége is. A szabadság kockázatos. Nagyon sokan vannak, akik Istent vádolják, és azt mondják, hogy hát, ha Isten tudta volna, ha tudta, hogy ez lesz, akkor miért engedte meg? Ha Isten nem engedte volna meg, akkor nem lenne annyi könyv, nem lenne annyi fájdalom, nem lenne annyi háború, akkor az oroszok nem támadták volna meg az ukránokat, az ukránok nem lőtték volna a dombásziakat, akkor nem erőszakolnának nőket, akkor nem történne ennyi tragédia, akkor nem kellene menekülni az embereknek, hogy Isten miért engedte ezt? És sokan megharagszanak Istenre emiatt, és vádolják őt, és nem tudnak megbékülni vele. Még egyszer mondom, hogy nem tudok minden kérdésre választ adni, de szeretnék felvetni egy-két szempontot ezzel kapcsolatosan. Azok, akik Istent vádolják amiatt, hogy szabadságot adott az embernek, azok két tipikus hibát követnek el. Az egyik, hogy csak a nagy rosszat látják, és a nagy jót nem. Gondold végig a saját életedet. Voltak nagy rosszak az életedben? Kinek voltak már az életében nagy rosszak? És voltak nagy jók is az életedben? Ugye voltak nagy jók is. Amikor Istent vádoljuk azért, hogy miért adott nekünk szabadságot, akkor csak a nagy rosszra nézünk. És elfelejtjük a nagy jót. És amikor ezt tesszük, akkor tulajdonképpen a sátán szemüvegét vesszük magunkra. Mert a sátán, amikor bejött az Édenkertbe, akkor valahogy nem azt mondta, hogy ugye milyen fantasztikus világot teremtett neked Isten. Ugye, hogy erre a kertre nem lehet más mondani, csak azt, hogy gyönyörűség és élvezet. És ugye mennyi fáról lehet szabadon, és akármelyikről leheted, és a kreativitásodat kiélheted, és még nem is fárasztó az egész, ugye? Tehát a sátán nem arról a nagy jóról beszélt, amit az ember az Istentől kapott, hanem megkereste azt az egy dolgot, aminél fogva elültethette benne azt, hogy te azért elég szerencsétlen vagy, ne haragudj. Ugye mit adtak nekünk a Rómaiak című fejezet a Brian életéből? Hát a vízvezetéket, az utakat, ja, de az semmi. Szóval ott volt egy csomó jó dolog, és még feleséget is adott neki ráadásul. Szóval egy csomó jó dolgot kapott, és az ördög mégis elhitette vele azt, hogy ez így nem jó. Nemrégiben hallottam egy bácsiról, pontosabban olvastam, aki meghalt Ukrajnában 96 évesen a bombázásokban. És azt írták róla, hogy amúgy egyébként az élete során 4 koncentrációs tábort élt túl. És most meghalt 96 évesen a bombázásokban. Nem tudom, ki lehetett ő, de úgy elgondolkodtam azon, hogy ha úgy megkérdeztem volna tőle, mondjuk 95 évesen, hogy még így is érdemes volt-e neki élni. Lehet, hogy azt mondta volna, hogy igen. Nekünk egy élő nagymamánk van még, aki 91 éves, és azt mondhatom nektek, hogy nagyon sok nehézségen, fájdalmon ment keresztül az élete során. Megszületett valamikor a 30-as évek elején, falusi sváb családba, jött a világháború, nagyon szörnyű dolgok történtek, utána jött a kommunizmus, megint szörnyű dolgok történtek, aztán megházasodott, az első gyermekét elvesztette néhány hónapos korában talán, vagy meg se született rendesen. Aztán egy másikat elvesztett fiatal korában. Nagyon sok nehézségen ment keresztül. De ha most leülnél és találkoznál és beszélgetnél vele, akkor egy életvidám, vicces nénivel beszélgetnél, aki érdeklődne felőled. És azon gondolkodna, hogy hogyan
azon gondolkodik, hogy hogyan szerezhet örömet a környezetének. Miért? Mert ő nem a nagy rosszat nézi az életébe, hanem a nagy jót. És arról beszél, hogy mennyire hálás az Istennek. Azért a gondviselésért, amit az élete során megtapasztalt. Azok az emberek, akik Istent vádolják, mert szabadságot adott és megengedte, azok az emberek csak a nagy rosszat látják, és nem nézik a nagy jót. Te melyiket nézed? És van egy másik ok is, ami miatt az emberek lázadnak Isten ellen, az pedig az, hogy áthárítják a felelősséget. Most gondolj a tékozló fiúra. Hát most, hogyha én odaadom neked a vagyont, és te eltékozlod, akkor most az kinek a felelőssége? Ne haragudj. Az enyém, hogy miért adtam oda? De ha nem adtam volna oda, akkor meg haragudnál rám a mai napig. Szóval az, hogy a tékozló fiú, az a fiatalabb fiú, az el tudja, meg tudja járni a maga pályáját, ahhoz szüksége volt arra, hogy Isten odaadja neki. És a felelősség az a miénk. Milyen érdekes, hogy az Édenkertben, amikor a bűneset megtörtént, és Isten jött és kereste az embert, és kérdezte, hogy mi történt, és aztán próbálta valahogy elérni, hogy végre bocsánatot kérjen, vagy valami, de ilyen nem történt, akkor az Ádám a feleségére, a férfi a feleségére hárította a felelősséget, és azt mondta, hogy az asszony, akit te adtál mellém, az adott nekem arról a fáról. Mit csinált? Istenre hárította a felelősséget. Meg kell értenünk azt, hogy szabadságunk van. És a szabadság az nem csak lehetőség, hanem felelősség is egyben. És akkor itt van az a lényeges kérdés, amihez igazából szerettem volna kiukadni, hogy miért adott Isten mégis szabadságot az embernek? A választ látjátok, azért, mert a szabadság nélkülözhetetlen. Két ok miatt nélkülözhetetlen. Az egyik, hogy az ember csak szabadságban tud kibontakozni. Igaz? Addig, amíg reggeltől estig parancsokat kell teljesítenem, és nincs szabadságom, addig nem lehetek önmagam. Akkor tudok elkezdeni önmagam lenni, akkor tudok elkezdeni azzá válni, akivé Isten engem tenni akart. Akkor tud elkezdeni bennem kibontakozni az a terv, amit Isten rólam készített, amikor szabadságot kapok. Hogyha rabszolga vagyok reggeltől estig, akkor ez nem fog bekövetkezni, vagy csak nagyon-nagyon korlátozottan. Amikor gyerekek voltunk, akkor másként viselkedtem, amikor a szüleim otthon voltak, és az apai tekintély beárnyékozott, és másként, amikor ez nem volt ott. Emlékszem például, hogy csinyám kellett bánni az étellel, tehát legalábbis nálunk az volt a szokás, hogy a szalámit nem esszük magába. Nem tudom, nálatok ez hogy volt, hanem kenyérrel kell enni a szalámit, mert ugye több nap, mint kolbász, és így tovább. Tehát azért kockasajtról nem is beszélve, ugye? Azt meg szépen be kellett osztani. Úgyhogy én meg ugye vágytam volna arra, hogy azért néha kenyér nélkül is essem a szalámit, kockasajtot, és most bevallom nektek, hogy előfordult, nem túl gyakran, de egyszer-kétszer előfordult, hogy akkor nem voltak otthon, bementem a Spice-ba, és kinyitottam a hűtőszekrény ajtaját, és kivettem belőle szalámit magába. Sőt, még kockasajtot is ettem, kenyér nélkül. Szóval melyik szituáció mutatta meg inkább azt, hogy én ki vagyok? Az, amikor otthon voltak, és a tekintély terhe alatt csináltam, amit gondoltam, hogy kell? Vagy amikor nem voltak otthon? Miért kell a szabadság? Kell a kiskorúság? Amikor az ember még fiatal, gyermek, akkor kell, hogy karozzák a tököt, hogy jó irányba nőjön. De amikor már elég erős a szára, akkor el kell engedni, hogy hajoljon arra, merre akar. Mert különben nem válhat azzá, aki Isten tervezte. Azt írja a Biblia a Mózes 5. könyvének a 8. fejezetében, amikor visszatekint Mózes a pusztai vándorlásra, és felidézi a nép előtt, hogy mi is történt,
Úgy írja, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Nagyon sokat mondó számomra ez a szakasz, mert arról van szó, hogy van egy rabszolganép, volt egy rabszolganép, akik Egyiptomban tényleg folyamatosan a fáraó parancsait teljesítették. És hogyha nem csináltak elég téglát, akkor jött a korbács. És nagyon sanyarú sorsuk volt. És amikor Isten kihozta őket, akkor megszabadított őket. Így van az első parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. És már nem vagy szolga, itt vagy a pusztában. És a pusztában sok minden történt a néppel. Történtek nagy rossz dolgok is, meg nagy jó dolgok is. Kaptak mannát, ott volt a felhőoszlop. De volt, hogy nem tudták, hogy másnap vagy a következő órában mit fognak inni. Szóval volt nagy jó és volt nagy rossz is. És nézzétek meg Istennek a szándékát, hogy miért engedte őket ebbe bele, és miért vitte ezeken keresztül őket. Azt mondja a Biblia, hogy már 40 esztendeje a pusztában vezet, és megsanyargatva próbára tesz téged, hogy megtudja, mi van a szívedben. Az, hogy ki vagy belül, hogy mi van a szívedben, az csak a szabadságban derül ki. És ez a lényeg. Isten azt szeretné megtudni, hogy te ki vagy. Azt szeretné megtudni, hogy az egyes ember kicsoda, hogy mi lakik a szívébe, hogy akarja-e őt, vagy nem akarja. Hogy amikor nincs rajta kényszer, akkor melyik utat válassza. És ezért nélkülözhetetlen a szabadság, mert szabadság nélkül soha nem fog kiderülni az, hogy kik vagyunk, és mi van a szívünkben. És Isten egy olyan világot tervez, ahogyan mondtam, ahol azok lesznek majd vele, akik tényleg vele akarnak lenni. Akik akkor is őt választották, amikor nem kellett. Akik őt választották önként, szabad akaratból, azért, mert felismerték, hogy kicsoda, mert rájöttek arra, hogy nekem jobb az atyám házában. Miért engedte el a tékozló fiút az apja? Ezért. Van egy másik ok is, ami miatt a szabadság nélkülözhetetlen. Ez pedig az, gondolom nagyon szeretnétek megtudni ti is, vajon mi lehet? Itt van. Mert az ember csak szabadságban tud szeretni. Nem lehet parancsszóra szeretni. Amikor Vicuskát hozzá akarták kényszeríteni, nem is tudom, hogy hívták a srácot, a fiút, hogy hívták? Fűrjeshez? Nem akart hozzámenni, mert nem szerette. Ő a Bornemisza Gergőt szerette. Nem lehet szeretni kényszerből. Nem lehet szeretni parancsra. A szeretetnek fel kell ébrednie. A szeretetnek fel kell eszmélnie. A szeretetnek ki kell csíráznia. A szeretetnek virágba kell borulnia. A szeretetnek fás szárat kell növesztenie. A szeretetnek meg kell szilárdulnia. Különben nem szeretet. És nincs szeretet szabadság nélkül. Annyira sokat mondó ez, nem? Számomra azért sokat mondó, mert megértem Istennek a személyiségét, és amikor ezt megértem, akkor őszintén szólva bennem, ez még nagyobb szeretetet hoz létre az irányába. Pont ez az, ami belőlem azt váltja ki, hogy hát hogy ne akarnék egy ilyen Isten szolgálni? Hogy ne akarnám letenni a fejemet is a padlóra egy ilyen Isten elé? Minden koronámat szeretném letenni elé. Mert nem, hogy nem kell félnem attól, ha ezt teszem, hanem ez a legjobb nekem, ha ezt teszem. Mert soha nem tudtam annyira teljes lenni, soha nem tudtam annyira önmagam lenni, soha nem tudtam annyira szabad lenni, mint amikor önként alávetettem magamat az ő uralmának. Mert az ő uralma a szabadságnak az uralma, mert az ő uralma a szeretetnek az uralma. És amikor ezt megérted, akkor megváltozik a szemléletmódod önmagadról, megváltozik a szemléletmódod az emberekről, megváltozik a szemléletmódod a társadalomról, a politikáról, a kormányzati rendszerről. Mi egy olyan országotnak vagyunk a polgára, és egy olyan országot várunk, ahol ezek a dolgok meg fognak valósulni majd. Ez a kép csalóka, mert egész eddig azt hittétek valószínűleg,
hogy az Éden kertből megszégyenülve kikullogó Ádámot ábrázolja, de most szeretném elmondani, hogy nem, hanem ez a hazatérő tékozló fiút ábrázolja. Mert ha van szabadságod arra, hogy elmenj, van szabadságod arra is, hogy hazagyere. És ez a mi Istenünk. Van szabadságunk arra, hogy elmenjünk, és van szabadságunk arra, hogy hazajöjjünk. És ha elmentünk és hazajöttünk, már más emberként leszünk otthon. Addig, amíg nem mentél el, vagy nem érezted meg azt, hogy elmehetsz, addig másként vagy otthon. De amikor átélted azt a szabadságot, és felfogtad, hogy lehetsz máshol is, akkor rájössz, hogy mi az értéke annak, hogy itt lehetsz, és a te teremtőddel élheted az életedet, aki óriási áldozatot hozott érted. Szeretném gyorsan lekerekíteni, bár még vannak itt gondolatok, de ja, itt ez az utolsó dolog, igen. Amit még szeretnék megosztani veletek, hogy az istenfélő ember az önmagát korlátozza. Azért, mert érett. Mert felismerte azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, a nem. Mi az, ami nem. Van két bibliavers Pálnak a tollából, az egyik az 1 Korintusz 6.12, a másik a 10.23, ami nagyon hasonlít egymáshoz. A második egy picit kibővíti. Azt írja Pál, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Aztán a másik fejezetben minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Nos, ez az a mondat, ez az az életfelfogás, ami az Isten szívét megismert embert vezérli. Amikor tudja azt, hogy igazából Isten nem kényszerít engem, bár megtehetné. Szabadságot adott nekem, de én már felismertem azt, hogy bár mindent megtehetek, de nem minden használ, és nem minden épít. Csak gyorsan hozzátenném, hogy számadás lesz ettől függetlenül. Tehát az édenkerti tanulságnak, egy következő édenkerti tanulság az, hogy számadás az elkövetkezik. És az mindenkivel el fog jönni, de most a szabadságnak az ideje van. Úgyhogy ez alapján mérd meg az életedet, ez alapján mérd meg az Isten kapcsolatodat, hogy mi az, ami építi az Istennel való kapcsolatodat, és mi az, ami rombolja. Mi az, ami használ neki, és mi az, ami nem. Ez alapján mérd meg az önmagaddal való viszonyodat. Hogy mi az, ami téged épít, és mi az, ami nem. És próbáld meg azokat a dolgokat választani, amik építeni fognak, és azokat utasítsd el, amik rombolni fognak. És ilyen szemmel próbáld nézni az emberi kapcsolataidat is, hogy hogyan viszonyulsz a körülötted lévő emberekhez. Mi az, ami építi őket, és mi az, ami rombolja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ennyi volt az üzenetem. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk.